Tiszteletel és szeretettel köszöntöm az egybegyülteket a templomunkban. A Dharma beszéd kezdetén mondjuk el az Om Nám hétszer. köszönöm szépen. Érezheted, hogy a mantra olyan, mint amikor kicsit kifésüljük az elmét, így a sok-sok egyén, egy picit közös jelenlétben egy csoport lát. Milyen az, amikor még tovább finomítod az elme működését? Szó szerint, vagy áttételesen, de a tevékenységed egy másik embert érint és az, hogy te mit viszel át ezen keresztül a másik emberhez, az kulcskérdés, illetve, hogy mi jön át a másik embertől hozzád, ez ugyanolyan fontos. Van a szakmában egy olyan kifejezés, hogy manuálterápia. Ez számotokra szerintem ismertebb, mint számomra, és nagyon kifejezi azt, hogy a kéz mire képes. Igen, ám, de hogyha ezt az egyébként professzionális mozdulatsort egy robotkész csinálná, akkor a kliens nem mondhatná azt, hogy azt kapta, amit szeretett volna. Vannak gépek, amiket most már így beprogramoztak, hogy végezze el egy humán munkáját, és kiderült, hogy valami lényeges hiányzik belőle. Tehát mi az, ami embertől emberig átmegy? Ha van valamilyen tartalma ennek, akkor az nem biztos, hogy megfelelő. Tehát te ne ragd át a terápia során, vagy az érintés során a saját karmádat egy másik emberre. Szerintem mindegyikőttök töltött el annyit az asztal mellett, hogy lássa ennek a hátrányait, lássa ennek a veszélyét, ezt hívják transferenciának. Egy olyasféle karmikus átadásnak, vagy átmenetnek, amikor a te gondolataid, érzelmeid, még ha csendben is vagy, megfestik, azt az érintést, azt a terápiás mozdulatot, amit végzel. És akkor ez túl sok. Ha meg gép, akkor meg kevés. Tehát mi az, ami emberi, de mégsem karma? És azért vagyunk itt, hogy ezt a desztillálást, ezt a kitisztítást, a leszűrést valahogy segíthessem, elkezdjük, ahhoz, hogy te olyan ember légy, aki másokon tud segíteni, te nem adsz át magadból olyasmit, Aminek ott nincs helye. Ugyanez visszafelé is igaz, mert még hogyha nincs beszéd a terápia közben, akkor is a klienstől egy csomó minden átjön rád. Ha már egy pár évet eltöltöttél az asztal mellett, akkor tudhatod, hogy az emberek nem pusztán azért mennek oda, hogy fizikailag felfrissüljenek elképesztő mentális terheket hordozunk, és mihelyt valaki közel kerül hozzánk, azt gondoljuk, hogy azt részben, vagy uram, bocsa, egészben a másik ember átveheti. És ez nem csak az önállóság elvesztése, ez a transferenciának a viszont ellenirányú változata, amikor a klienstől kapsz valamit, amivel neked semmi dolgod. A kérdés tehát az, hogy hogyan szűrsz mivel szűrsz? Milyen mértékig szűrsz? Tehát, hogyha tiszta energiát adsz át, akkor abban te, mint rezgés nem vagy jelen. Ha valamit kapsz, akkor ki kell szűrnöd azt, ami nem neked szól, és megtartani azt, ami tényleg neked szól, mondjuk a klienstől annyi, hogy köszönöm, hogy hálás vagyok. De hogyha ez ennél több, akkor valami olyasmi rakódik rád, amivel neked semmi dolgod. Ahhoz, hogy erről érdemben tudjunk beszélni, a kölcsönhatásról, az elsődleges és másodlagos transferenciáról, ahhoz a zenkört hívom segítségül, akármennyire hallottad is esetleg korábban, ilyen nézőpontból nem biztos. Tehát az első az, amikor az ember azt mondja, hogy én jól vagyok, én jól vagyok, nekem nincs szükségem segítségre, csak egyszer csak így előre bukik az utcán, és meghal. Valójában a lezárt, magányos lény egész biztos, hogy elveszíti az energiáját, mert nem fog a világgal úgy közlekedni, úgy kölcsönhatni, hogy töltsön és töltessen. Mi egy az egymásra utaltságot észrevettük, és ez nem kell betegségtudat, azon nyomban a helyes úton járunk. Akkor tudunk segíteni és segítséget elfogadni akkor lesz valaki nyitott a szó hétköznapi értelmében. Amikor pedig megismerjük ennek az intellektuális részét, valamilyen képet alkotunk arról a törvényről, ami ezt kormányozza, akkor az a 90 fok. Ez nálatok az anatómia, az etika, a különböző egyéb tudomány ahhoz, hogy az érintésből terápia legyen, és a terápia helyes legyen, és ezt a 90 fokot te egy-két év alatt elsajátítod, ami a te szakmai részed. És hogyha jó volt a képzés, akkor elmondják a második vagy a harmadik év végén, hogy ez még csak a kezdet. És ahhoz, hogy te valójában ezt érezd, és ne csak értsd, ahhoz tíz év munka kell. És amikor az ember már azt érzi, hogy csak teszi, ő abban már nincs is benne, az önmagamnak a kivonása ebből a 180 fok. Ekkor gyakorlatilag te nem létezel, csak a mozdulat létezik. Te már nem teszel bele és nem kapsz semmit, csak tükrözöd azt a helyzetet, amiben vagy. És a 270 fok az, amikor spontán átalakulsz és átalakítasz úgy, hogy ezt már nem az egoitásod vezérli, és még csak nem is a kliensé. Mind a kettőt ki tudod kapcsolni. A 360 fok, amikor már ugyanúgy teszed, mint ahogy bevásárolsz, vezetsz, beszélgetsz, szeretsz, olvasol, pontosan ugyanolyan mozdulat már a kezelés is. Tehát a dolgok visszatérnek eredeti természetességükbe. Ennek az ötnek most öt görög nevet fogok adni, azért, hogy egy picit az európai kultúrában is elhelyezhessétek. A nulla fok az a stázis, az a beáltság, a blokkoltság, az a fajta zártság, amikor az emberek nemhogy nem nyitottak, hanem mindent elutasítanak, ami nem az ő tetszésüket szolgálja. A 90 fok a tudás, ez a tézis. Téziseink vannak, elméleteink vannak, ezek összekapcsolódnak rendszerekbe, és alkotunk egy modellt, aminek a tapasztalat, ugye, a visszaigazolása. Aztán kiderül, hogy ez nem így van, és a tapasztalat nem visszaigazolja a tézist, hanem megváltoztatja, és ahhoz, hogy a változás elég mélyre menjen, magunkon kell változtatni. A magunk változásának a maximuma, a 180 fok, az a katarzis. Ezt Európában nagy részt a művészet hordozza mai napig. A legmélyebb megtisztulás nem pusztán a nézetektől, vagy az érzelmi állapottól való megtisztulás, hanem az önképtől való megtisztulás. Amikor az utolsó rétegedet is leveted, és önkép nélkül, önvalódban létezel, az a legmélyebb katarzis. Ez az egyévállás állapota. Azért vagy néha meghatva egy koncert után, vagy felemelkedve egy gyönyörű színházi előadás után, mert a katarzis lefejtette rólad az énség rétegeit. És hogyha ez megvan, akkor indulhat be a metamorfózis a 270 fokon. Tapasztalt átalakulás, mert a karmád már egyetlen ízében sem abszolút. Relatív lett, képlékeny lett, alakítható lett, mert beláttad a teremtettségét. És a 360 fok, az pedig agnózis, a tapasztalati alapú tudás és a tudás alapján szerzett tapasztalat. Tehát itt már nincs külön elmélet és gyakorlat, már nincs külön alany és tárgy, itt van az a csak tedd, mozdulat, amivel nagyon tisztán az énség és az éntelenség szélsőségei nélkül tudsz cselekedni, akár a mindennapi életben, akár a terápiás praxisban. Mielőtt nagyon elméletivé válna a bevezető, azelőtt egy kóant szeretnék idézni, aztán tiétek a szó. Mágyó mester éppen betegeskedett. A házfőnök megkérdezte, Mester, hogy szolgálma a kedves egészsége. Mágyó azt mondta: Naparcú butha, holdarcú butha. Ha te lettél volna az enmester, hogyan feleltél volna a házfőnök kérdésére? Ha te lennél a házfőnök, és azt hallod az enmestertől, hogy naparcú butha, holdarcú butha, hogyan felelnél? végső soron mit jelent az, hogy naparcú budha, holdarcú budha? A kérdés mindig kinyit. A kijelentés utat mutat, a felszólítás ösztökkel vagy tilt, és ezért használjuk a kérdést az zenben, mert kinyitja a tudatot. Úgyhogy én nem kijelentéssel, uram, szentenciával zárom a bevezetőt, hanem azzal a kérdéssel, hogy mi a kérdésetek. Nem pusztán szakmai, lehet az úton szerzett tapasztalat, lehet a spirituális gyakorlata témája. Ahogy megkérdezheted néha a klienstől az elején, miben segíthetek? Nos, miben segíthetek? Hát először is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, itt hogy eljöttetek. Én egy picit kakuktojás vagyok, mert én nem, nem masszőr vagyok, én kerámikus vagyok, de igazából csak meg szeretném köszönni, mert ez, amit mondtál, Ugye bevezetőben ez, ez totálisan ráélik magára a kerámiára. Az, az agyag az agyagkal, nem hazudik, az a ban -e, Tehát, hogy annyira a zseniális, a -e. hogy igen, hogy köszönöm. Nagyon Mindig ha, nagyon régóta hallgatlak, és ezt tudtam is, de hogy ez nagyon jó volt így hallani. Örülök, hogy hasznosnak találod. Na most a kérdésed micsoda. Ja. Ami nagyon régóta foglalkoztat, mióta hallgatlak, és, és igazából eddig nem jött szembe a válasz, de biztos ott volt valahol, csak én siklottam el, hogy ugye a jelenben az itt és mostban lévés, a meditáció, az üresség, hogy akkor ez hogy köthető össze azzal, hogy igazából a gondolatokkal teremtünk, a gondolatokkal teremtjük meg a jövőnket, és hogy ez, ez hogy hozható Igen. össze? Mivel? Aha. Hát, hogyha mondjuk meditál az ember, hogy akkor nincsenek gondolatok. Ó, dehogy nem! De. Vannak! Hát azok a kis fránya gondolatok nem tűnnek el olyan könnyen. Csak a viszonyod változik meg hozzá. Vannak olyan pillanatok, amikor nincs gondolat? Van. De önmagában ez nem elég? Ha tudni akarod, hogy a film miből van, és miért olyan, akkor nem elég pusztán a vetítőgépből kijövő fényt látni amikor leveszed a tekercset a régi ugye, a gépekről, akkor a filmvászon csak fehér fény van. Nem elég csak azt látni, hanem meg kell tanulni, hogy bizony egy pillanatban 24 képkocka van. Meg kell tanulni, hogy hogyan vágom, hogyan szerkeztem. Anélkül, hogy a filmet levegyem az azonosulás vetítőgépéről, anélkül ezt nem lehet. Tehát a meditáció azért gyönyörű, mert a tükör teljesen letisztulhat. A tükör minden tárgyától meg tudja különböztetni magát tapasztalati alapon. Ezt onnan tudod, hogy megvalósult, hogy úgy belőle kicsit kezdesz megnyugodni, mert nem valamilyen önképpel küzdesz. Sem a magad, sem a mások önképével már nem küzdesz, hanem a megfelelő filmkockákat vágod össze, hogy egy megfelelő életet éljünk. És a gondolatok nagyon jól mutatják, hogy ha éppen cselekednél, mit tennél? Ha éppen beszélnél, mit mondanál? ha az érzelmeidet festi, kondicionálja, hajlítja valami, az tényleg a gondolat? Az milyen? Mi történik belőle? Tehát a gondolat nem jó és nem rossz, de hogyha nem kezeljük, akkor a gondolati karmák ural minket. És ez pedig elég szomorú. Tehát az értelem, ha valami nagyobbat szolgál, mint önmaga, egy fantasztikus segítőtás. Uralkodónak szörnyű. Borzalmas. Tehát nézd meg mondjuk a királyságok történetét három nagy kontinensen, borzasztó, hú-hú, amikor csak az értelem uralkodott. Úgyhogy az agyag az nem hazudik. Az Abban a pillanatban egy hibázol, az mutatja. Abban a pillanatban, hogyha egy gyönyörű napod van, és olyan kreáció jön ki a kemencéből, hogy ah! akkor azt is mutatja. Tehát egy elképesztően jó visszajelzés, nem véletlen, hogy a teremtés mitoszában agyagot használtak fel. Abból gyúrtak. Ugye? Nem azt mondták, hogy kiégettem a vasércet, és elvittem a kohóba, és abból lett ez a teremtett lény. Sárból és vízből, hogy honnan jött az agyag, nem tudjuk, de a mai napig viseljük a foltokat magunkkal. Tehát ha uralkodsz a gondolataidon, akkor azt nem gondolattal teszed. Hogyha látsz a gondolataidból valamennyit, azt nem a gondolat által látod. Most ezt a látót keressük. És hogyha a tapasztalati alapon az megvan, akkor tudod a gondolatokat megfelelő irányba vezérelni, pusztán azért, mert a legfontosabb pillanatokban tudsz tartózkodni a gondolkodástól. Tehát nem gondolsz semmire. Semmi másra, semmi jóra, semmi rosszra. Éppen nem gondolsz semmire. Hát amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Akkor visszatértünk a gondolkodás elé, a mozdulat elé, az érzelmek elé, a szavak elé. Tehát mindenféle duális megnyilvánulás még nincs, vagy már nincs. Tehát amikor azzal a dróttal levetted a friss, szépen kikorongozott agyagformát, akkor az még nincs a korongon, vagy már nincs a korongon? Hát az alfa és az omega az ebben a pillanatban találkozik. Jó szakmád van, használd az úton. A kérdésem az lenne, hogy a vágymentes élet az adja a belső nyugalmat és a békét. A vágymentes élet nélkül nem, benne, nem haladna erre a világ, mert vágyak szükségesek ahhoz, hogy alkossunk. Jól mondod. Akkor miért kell a vágyaktól megszabadulni? Miért kell kimosni a szennyes ruhát? Na de ha nincsenek, persze, hogy, hogy tisztában érezzük magunkat, de ha hát a vágyaink nincsenek, akkor nem tudok alkotni, mert a vágy szükséges ahhoz, hogy valamit elképzeljek és megvalósítsam. Jól mondod. Miért kell néha az alkotástól tartózkodni? Nem kell tartózkodni szerintem, de az én kérdésem az volt, hogy ugye az a cél mindig, hogy vágyak nélkül éljünk. Nem ezt félreértettem. Nem tudom, hol hallottad, de ezt a mondatot, hogy vágyak nélkül élni, biztos, hogy nem ebben a környezetben hallottad, és ezt oda kell visszavinni, ahol ezt a mondatot kigyúrták a fogalmak hmm. agyagjából. Ugyanis van egy olyan pont, amikor az ember nem alkot, nem beszél, nem vágyik. Erre a tapasztalásra szükség van. Ez olyan, mint a ruha kimosása de utána ruhát kiöblítjük, megszárítjuk, ha kell kivasaljuk és fölvesszük. Tehát egy megtisztított lény, az önmaga praxisa által megtisztult lény, utána már tudatosan művelheti a vágyait, és helyesen fejtheti ki tevékenységét. Ezért néha még az alkotástól is tartózkodunk, a mozdulattól is tartózkodunk. Hogyha túl sok a vágy, akkor abból szenvedély, esetleg szenvedélybetegség lesz, ez olyan, mint amikor kiégetem a motort ahelyett, hogy a robbanó motoros üzemanyag esetében megfelelő hőfokon használnám. A teljesen vágytalanul tartott élet ki tud hűlni, esetleg depresszióba átmenni. Ez azt jelenti, hogy kivettem a gyújtógyertyát a benzinmotorból, és nem gyullad be. Ott az üzemanyag, de nem gyullad be. Ott az étel, de nem eszem meg. És inkább Éhen halok, de azt mondom, hogy én nem fogok vágyni az ételre. Vagy nem cselekszem, nem alkotom, mert azt mondom, hogy nem vágyom az alkotásra, és így szép, lassan minden energiaforrástól elzárom magam. Tehát a túl kevés energia nem jó, a túl sok az sem jó. Ahogy azt az előbb hallhattad a gondolatok esetében, a vágyakat ne a vágyak vezéreljék. A vágyakat az vezérelje, ami nem vágy. És akkor vagyunk a helyünkön. Onnan tudod, hogy ez megvan, hogy tudsz tartózkodni a vágytól. Ha kell, bekapcsolod, ha kell, kikapcsolod. Az igazi kérdés ebben a műfajban, amit mi művelünk itt, hogy miben és hogyan segíthetek. Ha vágyakkal segíthetek, akkor azzal. Ha a vágyaktól való tartózkodással, akkor azzal. Nézzem meg, hogy pontosan milyen hatással vagyok a másik emberre, embercsoportra illetve a környezetre. És ami a felébredés felé segít, az helyes. És akkor az alkotást is, a tevékenységet is szépen be lehet szabályozni, mennyire van belőle szükség. És akkor a művész öntörvényűsége az nem lesz önzés, hanem egyszerű autonómia marad. Az együttműködés pedig nem lesz kiszolgáltatottság vagy az önállóság elvesztése említetted, hogy ha 180 fokon túl jutunk, akkor ott jön a úgymond majdnem megsemmisülés. És én itt tartok, és ebbe szeretném kérni úgymond, hogy hogyan tudok átlendülni. Vagy most már ezt építsem le, és egy új irányt vegyek, vagy nem tudom. Az, hogy te itt testben vagy és beszélsz hozzám, az nagyon jó hír. Mert nem semmisültél meg. Igen hagyd, hogy az önkép megsemmisüljön, és az egyévvállás tapasztalatával az önvalód spontán működjön. Az önkép megsemmisülésétől nem kell félni. Miért? Mert sosem volt igaz. Csak egy illúzió volt, amelyet elképesztő akarattal tápláltunk, hogy ez igaz legyen, hogy én ez legyek, hogy engem így lássanak, hogy engem ezért szeressenek, Hát igen, a jó gyógymasször legyek, hogy mindenkit meg, meg, tudjak gyógyítani. Hajra, és most éreztem azt, hogy nem érdekel semmilyen tanfolyam, és nem akarok masszírozni. Tehát vagy nem akarok a fizikai testtel foglalkozni igaziból. Sosem a fizikai testtel foglalkoztál. Nem. Nem. Csak lehet, hogy nem ismerted fel. Akkor most jön a transformáció. Én remélem. <laughs> Ugyanis, hogyha nem lépsz a transformáció útjára, akkor az önkép megsemmisüléssel te a saját magad megsemmisülését is fogod tapasztalni, mert ragaszkodsz egy olyan önképhez, amelyet nem alakítasz át. Uh -huh. És a transformáció azt jelenti, hogy engeded magad változni. Megfelelő irányban, előre haladva engeded magad változni. Mikor játszottál utoljára? Passz. Ugye, hogy nagyon régen? Nagyon. Na. Hát akkor javaslom, hogy játsz el három játékot, és nem csak neked, hanem a jelenlévők mindegyikének. Képzeld el, hogy van egy párhuzamos univerzum. Ebben az univerzumban van egy ugyanilyennek tűnő föld, mint ez. Te is ott vagy. Viszont az a föld annyiban különbözik ettől, hogy ott bármi lehetséges, csak ki kell gondolnod, és akarnod kell, és meg is történik. Nincs szükségszerű előzmény, és elkerülhetetlen következmény. Mentes vagy a karmának attól az elképesztő kötöttségétől, amelyet itt a Földön tapasztalunk, eleinte szidunk, aztán ö, sajnáljuk magunkat, aztán rájövünk, hogy ez itt azért nem rossz, tehát lehetne ez rosszabb is. Ezzel itt lehet dolgozni, fel kell ismerni a munkaköri követelményeket, hogy születéskor mit írtunk alá, és az ő nem rossz. De még ehhez képest is van ez a párhuzamos, ami még sokkal jobb. Ki lennél ott, és mit csinálnál? Bárki lehetsz, bármit megtehetsz. Ki lennél? Mit tennél? Ezt most ne mondd el nekem, mert nem lenne helyes a válasz. Gondold át magadban, aztán engedd el a gondolatokat, és engedd, hogy szépen, mint a bányába lemenő munkások ezen a liften, hogy menjen még mélyebbre, még mélyebbre, még mélyebbre, és akkor egyszerűen megáll, és onnantól kezdve már nem megy mélyebbre, mert ott van a megfelelő mélységben. És ezt raktározd el. Ez legyen az első kép. A párhuzamos univerzum képe. A második játék az ezen a földön történik, de plusz 30 év. Tehát ezt az elképesztő, kemény okozatiságot követve, amely ezen a földön érvényesül, hozzáadsz 30 évet, ki vagy, mit csinálsz. Hogyha ez megvan, ezt is elrakod szépen a memória fogasodra, és jön a harmadik játék, hogy te ebben a szentséges pillanatban mindenféle fájdalom nélkül ki kell, hogy lépj ebből a testből. Nincs tovább. De van egyetlen egy lehetőséget, hogy a karmátból bármit kirakj, és magadba a lelkedbe bármit beemelj. Mi lenne az? Hát az átmenet előtt kivé vagy mivé válnál, mielőtt a szükségszerűen és elkerülhetetlenül bekövetkezne. Ez tett föl egy harmadik memória fogásra. És amikor mind a három megvan, is össze az eredményt. Utána gyere vissza és megbeszéljük. Na rendben, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Ennek fényében, ugye, amit hallottunk, hogy tíz év, ez egy ilyen érdekes fordulat egy masszőr életében, és ez nálam is hasonlóan előjött. Megírtad már egy regényben egy masszőr életet? Nem. nem, 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 de ezt. Te írt is meg engem, magamban is felismertem meg, úgy látom, hogy ez, ez úgy periódikusan előjön. Én Anó elmenekültem, és kimentem Olaszországba lakni. Kiköltöztem. De úgy, frankon, mindenemet. Ez tartott, hát, egy három-négy hónapig. Utána valami történt, és visszajöttem. És azóta itt vagyok. Azóta nem menekülök. Én ezt menekülésként fogtam fel, én úgy éreztem, hogy valami megsemmisülni akar bennem, és lehet, hogy megijedtem. És ennek kapcsán lenne egy kérésem felé, Cunyim, hogy a nagy kérdés, a nagy bátorság és a nagy hit, hogy erről mondanál-e valamit? Nagyon sok kérdésünk van az életünk folyamán, és amikor engedjük, akkor a sok-sok kicsi kérdésből lesz egy nagy, hogy ki vagyok én. És amikor rájössz, hogy ez az én, ez az avatár, ez nagyon-nagyon komolyan változik, de van valami, ami ezt a változást látja, akkor erre is rákérdezel. De ez már nem a ki, ez már a mi. És nem az én, hanem az ez. Ez az ember mi voltunk meghaladása és meglátása, nem pedig a megsemmisítése vagy az attól való menekülés. Tehát a mi ez kérdés, az a nagy kérdés. A közepes az, hogy ki vagyok, a kicsi az, hogy miért nem tojásos nokedlét főzte Ez egy kis kérdés. A nagy kérdés nagy utat jelent, a kis kérdés csak körbe-körbe forog. Mert másnap ugyanúgy fölteszed, ugyanúgy ellobban, ugyanúgy nincs tartalma, és hogyha engeded, hogy az elméd és a világ, a lényedet sok kis kérdéssel szeletelje föl, akkor érzed, hogy hiába való az egész. Tehát a nagy kérdés azért kell, hogy végre legyél önálló és adj irányt, jelentést és értelmet az életednek. Ez ennyire mély és ennyire jelentős tud lenni. Tehát a mi ez kérdés, az a legegyszerűbb, legvilágosabb, egyetlen lépés ahhoz, hogy az önvalódra rákérdezz. Koriályul ez, Huadú, Kínaiul, Huató, a jelenségek hva, feje, dú, eredete. Tehát a jelenségek eredetének a tapasztalása, és az a zseniális ebben, hogy csak a kérdést kell tartani, és amikor ezt tartod, rengeteg minden jön föl a lényedből. Főleg a tudattalanodból. Aztán, ahogy az tisztul az elméd elkezd izmosabban mozgolódni, és gyártja az önképeket, gyártja a válaszokat, de te már tudod, hogy azokat nem kell elhinni nem kell tagadni és állítani, jónak vagy rossznak minősíteni, hanem meg kell maradni a kérdés 360 fokos nyitottságában. És hogyha ezt hónapokon keresztül gyakorolja az ember, esetleg éveken át, akkor a tudata letisztul, mint a tér, mint a tükör, mert már semmilyen karmával vagy jelenséggel nem azonosítja magát. És egyszer csak a kérdés elveszíti a szóbeliségét, de mégis megmarad. Ezt nem tudom jobban elmagyarázni, és nem is feladatom. Ezt tapasztalhatod akkor, amikor ez belül megtörténik. Hasonlat van, számos. Például mondhatjuk azt egy vezetőnek, aki éppen ott forgatja a kormánykereket, hogy egyenesen, egyenesen, egyenesen. Aztán csak... Hát ezt pár vezető nem szereti, hogy óvatosan a mozdulatokkal de látod azt, hogy a szóbeliséget, a tapasztalás, a mozdulat tudja helyettesíteni. Ez az elmében is így van. És akkor a tudat nem mindig az elmének a pörgésével ott ismételget, hogy mi ez minden belégzésre, mi ez. Mert már teljesen ott van anélkül is. És leveszed a szóbeliség öntő formáját, és ott marad az öntvény, szilárdan, szóbeliség nélkül a kérdés maga, és ez a hitnek a forrása. A transzcendens tapasztalás az a hitnek a forrása, nem pedig valamilyen szóbeliség, urambocsá rendszer, urambocsá dogmatika, semmi ilyesmire nincsen szükség, tükörszerű, térszerű, világos önvalónk tapasztalására van szükség. Na ez az egyévállás tapasztalása. És ez a tapasztalat a hitnek az alapja, mert ebben a pillanatban nagyon-nagyon kék az ég, és nagyon zöld a fű, és tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzel és gondolkodsz. És ez az a tapasztalat, amely úgy tesz önállóvá, hogy nem tesz önzővé. Úgy tesz autonómmá, hogy egyben együttműködővé is. És ez nagyon-nagyon fontos. Ezt én úgy érzem, az úton nem lehet nélkülözni, nem lehet kihagyni. Ez a 180 fok. Ez ennek a teljes meghallása. Úgyhogy a nagy hit az a transzcendens tapasztalat helyes felfogása és továbbvitele. És ahhoz, hogy ez az életed meghatározó részévé váljon, hogy ezt alapul tud venni, elképesztő bátorság kell, hogy ne helyettesítsd be se a magad, se a mások véleményét ehhez, hogy elviseld azt a jelenség tömeget, amit a saját tudattalanod, illetve az univerzum dob feléd, és hogy te pillanatról pillanatra tiszta maradj, és ne cseréld össze a jelenséget a lényeggel, a tükröt a tárgyával, a képet a valósággal. Ehhez kell a bátorság. Úgyhogy a nagy kérdés, ott a kezdet, a nagy hit, a szükségszerű átmenet, és az a bátorság, amivel a valóság minden egyes részével szembe merünk nézni. És a szembenézésből aztán nagyon sok minden lehet. Azt szeretném kérdezni, hogy ha mi meditál, meditálok, akkor figyelem a gondolataimat. Tehát van egy figyelő, és vannak a gondolataim. És ha tovább megyek, vagy megtapasztaltam azt is, hogy van, aki figyeli a figyelőt. Ki figyeli a figyelőt, és ki ér, aki figyel? Nagyon intelligens vagy. Ebből következik, hogy a gondolat egy újabb metaréteget alkot, egy újabb metaréteget alkot, és ott van a belső minisztérium. A főosztály, az osztály, az alosztály. Tehát egyik réteg szépen figyeli a másikat. Na most ez még mindig gondolkodás. Tehát világos, hogy figyelünk, de nem csak a gondolatainkat, hanem a teret, a testünket, a lélegzetünket, és ahol a figyelem, ott az energia. Tehát nem szándékosan árgus szemekkel figyeljük a gondolatainkat, nem ez a cél, hanem a figyelmet gyakoroljuk, amely a tárgyatlan tiszta tudat, és ebben a tükörben a gondolatok is, az érzelmek is, a fizikai érzetek is megmutatkoznak. És előbb-utóbb megtanulunk annyi energiát tenni a gondolatba, amennyi kell, és a meditáció alatt zéró, semmi nem kell. Tehát kivonjuk az energiát a gondolatokból, de ehhez első lépésben arra van szükség, hogy leválasztódjunk róluk, és a figyelem által leválasztódunk róluk. De nem csak figyelünk, aztán figyeljük a figyelőt. Vannak olyan regények, ahol a kémet figyeli egy másik kém és a figyelőt is egy másik kém figyeli, hogy hogy figyeli azt a kémet, aki egyébként nem tudja, hogy már két kém figyeli. Tehát ez a túl intelligens tudat, és ez mindegyikünkben megvan. Annyira okosak vagyunk. A meditáció alatt, a gondolatok figyelme alatt, vagyis figyelése közben, utóbbi időben mozizok. Tehát olyan gondolatok jönnek, vagy képek, aminek nincsen semmiféle köze hozzám. Tehát mint egy kívülálló... Ez mióta van? Ez az utóbbi két-három hónapban. Szerencsés vagy. Vannak, akik az egész életüket így töltik le. És el is hiszik a mozit. Ez teljesen természetes. Oda kell menni a vágóhoz, hogy vigyázzál, mit vágsz össze, és amit összevág az elme, azt te el nem hiszed el. De ezeknek nincs érzelmi tartalma, nincs semmi, mint egy, egy teljesen indiferens idegen dolog lenne, mint a kívülálló belézek egy ablakon, és látnék egy jelenetet. Tehát nem, nem, érzem, nem, értem, hogy miért jön. Nem kell érteni. Azért jön, mert megteremted. Még úgy is megteremted, hogy nincs érzelmi viszonyod hozzá. Ez az elmének egy nagyon tiszta, spontán működése. A kérdés az, hogy erre szükséged van-e. Ha nem, állítsd le. Le tudom állítani, persze. Ted meg. Ugyanis csak az energiát viszi. Ha pedig kreatív folyamat kell, akkor elképzeled azt, hogy te hogyan építenéd meg a házadat, hogy annak milyen belső tere, héjazata, tetőzete, beállásai és kiállásai lennének, akkor viszont a mozigyártás egy kreatív feladat. Tehát ez a teremtésnek egy fázisa. Ha nem akarsz semmit se teremteni, akkor az üresben jár, és nincs vele kapcsolatod. Ha pedig szükséges, akkor beállítod a távolságot, a tárgyát, és spontán az elme olyan dolgokra képesek vagyunk, hogy az valami hihetetlen. Hogy látszólag a semmiből ki tudunk gondolni dolgokat, hogy még soha ilyet senki nem gondolt. Fantasztikus. És ha szükség van rá, akkor egy új agyagdarab lesz belőle, egy új ház lesz belőle, egy új fogás lesz valahol, gerinc tájon az L1-L4 környékét, egészen új, új mozdulatokkal szépen a helyére tudod tenni, ugye? Tehát amikor kell használd, amikor nem kell, ne használd. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Munka gyakran tapasztalom azt, hogy amikor van egy adott szituáció, egy adott probléma, akkor így az energia szintem így elképesztő magasságokba emelkedik, és ezt így olyan, mintha így nem is én irányítanám, de valahonnan jön, valahova áramlik, és ez egy ilyen nagyon nagyon magabiztos, nagyon jó érzés. Viszont ez utána megszűnik, és tulajdonképpen a kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnám én ezt így kicsit tudatosabbá tenni. Hát, amit elmondtál, az a fiatalság. De már nem bolondság, mert már rákérdez. Van párod? Igen. Akkor ő megtanítja. Ezek után a párodnak van kérdése? A közös gyakorlat nagyon jó. Amikor közösen meditálunk, elérünk egy nagyon összehangolt, egyévált tudatállapotot, és hogyha egy párkapcsolat tényleg minőségi tudati alapon van, akkor nincs olyan karmikus probléma, amit közös akarattal ne tudnátok megoldani. Akkor ezek az energiák, amelyeket éppen említettél, hát azok egyrészt a párod számára már az előtt világosak, hogy benned úgy nagyon elkezdenének forni, és akkor mondja, hogy nyugi. A másik, hogy azon visszajelzést ad, hogyha úgy látja, hogy helytelen irányban mész. Ez fantasztikus tud lenni te egy olyan jármű, ahol két teljesen független navigációs rendszer ugyanazt a célpontot követi, és így a hibatűrés sokkal nagyobb. Mert teljesen meg tudok bízni a másikban. Úgyhogy ez az energia management, amire rákérdeztél, ez egy párkapcsolatban fantasztikus tud lenni. Úgyhogy gyakoroljátok is. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én visszakanyarodnék egy picit a nagy kérdés témájához. Akkor már kicsi lesz? Nagyot visszakanyarodok. Mond. Maga a téma azért foglalkoztat, mert a, a kiegéssel szembesültem én is, és azt mondom, hogy nekem a nagy kérdés nagy segítség volt. Viszont gyakorolva a nagy kérdés, nekem a nagy kérdés valami, mint egy Jolly Joker. Hogyha azt látom, hogy nagyon elborul minden, akkor a nagy kérdés az mindig segít. Viszont nem szeretnék függőséget kialakítani vele. Nem. És... Miért nem? Hát mert, jó, most elmondom miért, mert amikor már spontán megy, és nem is foglalkozom vele, csak vezetés közben azt érzem, hogy belégzés és mi ez. Úristen, kormánykerék. Igen? <laughs> Igen? És sajnos az éjszakám az nem igazán jó utána. Nem tudsz aludni? Tudsz -e? Igen. Tudsz -e hát éberség, bekapcsolt. Nézd, a létnek három alapjegye van, amikor először elolvastam, akkor így letettem a kis zen kiskátét, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én ezzel így nem akarok foglalkozni. Aztán volt más csatorna, amin keresztül így kognitíve visszamásztam, de a három alapjegy azóta a legjobb barátom lett. Az első a tökéletlenség. Én ezt nagyon szeretem. A tökéletlenség azért jó, mert se te, se más nem vagytok tévedhetetlenek, tökéletesek, befejezettek, és a többi. Ez egyébként egy párkapcsolatnak is jót tesz. És amikor arról van szó, hogy a második, a mulandóság, ugye, nincs az a kozmetikum, ami egy idő után ne adná meg magát, és a mulandóság belép a tükör elé. És nem szeretjük ezeket mindaddig, amíg úgy látjuk, hogy ezek ellenünk dolgoznak. És a harmadik az a kölcsönös függés. És a kölcsönös függésből kiderül, hogy mihelyt mink megszülettünk abban a pillanatban. Sőt, már előtte is, de más módon függők voltunk, és függők is leszünk. Vannak egészséges függések és egészségtelen függések. Tehát ha itt azt mondom, hogy mindenki oxigénfüggő ebben a szobában, ugye ez most nem lepet meg téged. Étel és ital függő, szeretet, család és társadalom függő. Soroljam? Oly mértékben vagyunk függők, hogy észre se vesszük. Na most innentől kezdve te választod meg, hogy mitől szeretnél függeni. Az elméd mitől függjön? A tartalomszolgáltatóktól? A könyvtártól? Mások véleményétől? a különböző égitestek konstellációjától? Mitől függjön az elme? És hogyha nagy kérdéstől függ, akkor valójában nem függ semmitől, mert saját lábán áll, saját maga eszközével érzékeli a pillanatot teljesen tisztán. Nyugodtan függ a nagy kérdéstől, mert nincs benne semmi. Úgyhogy valójában nem függ semmitől, csak mégis valami megtart. Szilárdan tart. Ébren tart. Aztán, ha túlébred, akkor nem tudod kikapcsolni a B6-os relét, és nem tudsz elaludni. Arra is szükség van, és akkor mi kell? Jó ki kell fáradni fizikailag, ha másképp nem megy. Ezt is próbáltam. Nem ment? Nem. Akkor gyere ide és a 90 napos elvonulásra, és egy kis extra praxissal ezt meg fogjuk támogatni. Jó, Biztos lesz benne az intenzív hét utolsó éjszakája, te úgy fogsz aludni, mint a morvata. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Én most már hónapok óta úgy kelek föl, hogy te vagy az első, akit így nézek a kis telefonomon. És jó ez Minderre... Igen, igen. Én ö, tavaly kezdtem el a masször tanfolyamot egy másik munka mellett. Nekem már nagyon sok munkám volt. És most érzem azt, mint masször, mert én kiléptem, tehát én május 31-én fölmondtam a munkahelyemet, és én csak mint masször szeretnék a világba létezni, mert én úgy érzem, hogy most vagyok boldog. Tehát amit én csinálok, boldoggá tesz, viszont pénzt kell érte kérjek, hogy meg, meg tudjak élni, és az, hogy a végén, amikor megköszöni, én is megköszönöm, hogy eljött és megmasszírozhattam. Rosszul esik pénzt kérni. Miért? Nem tudom. Mi a pénz? Abból kell éljek. Nem, az élethez kell, hogy ételt vegyek, hogy a kisfiamnak vegyek ruhát, de mégis úgy érzem, hogy az, hogy megköszönte, és az, hogy látom az arcán, hogy boldog lett tőle, nekem ennyi elég lenne. Mint ember, igen, de mint anya be kell vásárolni, és a kisfiának hazavinni igen. a piacul, a kosárban az élelmiszer. Igen, ezért szeretném valahogy ezt az érzést, hogy ne legyen ez az érzés, hogy nekem rossz érzés pénzt kérni azért, hogy én örömet okoztam másnak. Te valójában nem pénzt kértél, hanem élelmiszert, üzemanyagot, lakásbérletet, utazási költséget soroljam? Tehát a pénz eredetileg nem létezik, egy olyasféle konvenció, amely az anyagi világ energiáját egy világos módon átadja egyik helyről a másikra. Anyagi transferencia eszköze, és három nagyon fontos eleme van. Az egyik a hagyomány. Tehát ez a mostani világ úgy gondolja, hogy mezopotámiától kezdve, ami azért pár ezer éve volt, kitaláltak ilyen kis Nyomott agyag valamiket, és akkor az lett a pénz és az anyagi világ értékmérője. A második feltétel a konvenció, hogy ne csak te gondold a kis nyomtatott agyag korongokat pénznek, hanem én is, más is, mindenki. És a harmadik pedig a folyamatosság, hogy ez ne csak most legyen így, hanem holnap. Hát ez az ország produkálta a világ leggyorsabb inflációját 1945-46 környékén amikor már a nullákat írták a bankjegyekre, és millió volt, millió pengő volt egy bankjegyen. És mire megkaptad a fizetésedet, a havit, addigra egy pár cipőt se tudtál belőle venni a piacon. Ennyire emberfüggő ez az egész, hogy a hagyomány, a konvenció és a kontinuitás megvan-e. És innentől kezdve a pénznek az üresség természetét, a teremtett volt, tehát azt látod. Hát valójában ha ezt el tudod sajátítani, akkor nem lesz gond az értékkel. Az érték nem a pénz. De az anyagi oldalát az értéknek mérjük a pénzzel. Mert el kell menni a piacra, el kell menni a kutra, el kell menni mindenhova, ahol anyagi dolgokat adunk és veszünk, és ennek van egy nyelve. És ez a nyelv, az átadás, átvétel, gesztus nyelve, ezt hívjuk pénznek. Tehát ez egy. Fagyasztott anyagi lényeg leteszed valahova, és elképesztő dolgokra lesznek képesek emberek, mert meg tudnak belőle élni. Tehát ez nem jó, és nem rossz. Ha neked valamilyen problémád van ezzel, az az, hogy az érték és a pénz még nincs szétválasztva. Belül te azt érezheted, hogy ennek a bankónak itt nincsen különösebb értéke, annak az örömnek, a hálának van értéke, amit az az ember kifejezett felém. Igen, ám csak ne tagadd meg az anyagi oldalát, mert örömmel jelenthetem, hogy anyagi testben vagy. A fiad is abban van, a párod is. A lakás is egyfajta anyagiságot vesz föl, úgy hívják, hogy szobák, meg tető, nyilázzárók, számlák, stb. Hogyha az anyagi oldala a világnak rendben van, akkor a szellemit kiszolgálja. Ha a szellemi oldala rendben van a világnak, akkor az menedzseli az anyagit. Valójában mind a kettő ugyanazt a törvényt követi. És a te véleményed az egyetlen akadály. Akkor ne gondoljak arra, hogy tehát ne gondoljak, amikor pénzt kérek semmire. Semmire, csak kérd el. Csak kérjem Pontosan. el. Pontosan. És ne gondoljam túl, hogy. Jól gondolod, hogy, hogy ne, ne gondol túl. Hogy... Tehát ne, ne keltsen bennem rossz érzést. Hogy... Ne keltsen benned Jó. rossz érzést, tehát két csak hibát kér... követhetsz gyorsan el. Gyorsan kérjem el. Nem, nem gyorsan. Közepes gyorsasága. Itt a középút nagyon fontos, hölgyeim és uraim, az azt jelenti, nem kértél túl keveset, és nem kértél túl sokat. Nem kértél túl gyorsan, nem kértél túl lassan. Érted? Ez a nem sok, nem kevés. Nem gyorsan, nem lassan. Pontosan az, ami például a középutat követi, és a világ működését kifejezi. Tehát ha itt túlzásokba esünk, akár pozitív, akár negatív oldalon, akkor bizony ráfázunk anyagilag és szellemileg is. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Az őszinteségről szeretnék kérdezni, hogy kényszert szoktam érezni, hogy az legyek, és eddig nekem rendben is volt elég sokáig, csak sokszor nagyon nyomás a külvilág felől, hogy, hogy ezzel esetleg megbántok másokat. Én azzal szoktam magam vigasztalni, hogy lehet, hogy az őszintességemmel lehet, hogy egy embernek mondjuk szerzek egy rossz napot, de kilenc meg örül körülötte. Mert egy olyan helyzet adódik, hogy én azt képzelem, hogy az én őszintességemmel azt én így megoldom. Mennyire hiszed el az álmaidat? Én el szoktam hinni az álmaimat. Ezért van baj az őszintességgel. Az álmok nem valósak. Tanuld meg megkülönböztetni az álmot a valóságtól, és akkor az őszintességgel sincs baj. Nekem nincs baj az őszintességgel akkor honnan jön a kérdésed? Hát a kérdésem az, hogy megerősítés szeretem volna arra, hogy, hogy jól csinálom-e, hogy egy embert megbántok, hogyha kilencnek jó utána. De olyan... Ezt a megerősítést másodszorra sem fogod megkapni. Jó. Köszönöm szépen. Még nem végeztünk. <laughs> Mondd, milyen egyéb képességeid vannak a masszírozáson kívül? Én nem vagyok masször. Mi a fő tehetséged, mit gyakorolsz? Embereknek segítek. Miben? Beszélgetek emberekkel, terápiákat szoktam csinálni. Amelyet néha körülraksz intelligens elhárító mechanizmusokkal is. Nem én vagyok a főszereplő. De most te. Néha szeretni szoktam, de most már kellemetlenül kezdtem érezni magam. Vajon miért? A terápiás praxis és az őszintességről feltett kérdésed hogyan függ össze? Hát ott nem nekem kell megmondanom, hogy ő mit tegyen, esetleg én kérdezek. Te megmondod, hogy mit tegyen? Nem. Jól csináltad. Köszönöm. Megkaptad a visszigazolást. Elégedett vagy? Remélem nem. Nem. Nem, nem vagyok. Örülök. Következő kérdés. <laughs> Gyakran van az, hogy miközben masszírozok, egy ilyen abszolút módon definiálható pozitív energiát érzek a, a vendégből. Nem feltétlen irányomba, hanem hogy így maga a lénye. És nagyon ritkán, de ugyan van, amikor van olyan ember, akinél kifejezetten negatív energiát érzek anélkül, hogy így tényleg nem ismerem, nem tudom kicsoda, mivel foglalkozik. És amikor a pozitív oldalt érzem, azt érzem, hogy ezzel dolgom van, tudok segíteni, hogy ez a pozitív része, ameddig ott van nálam, ez megmaradjon, viszont a negatív oldallal nem tudom, hogy mit kéne kezdenem, és ilyenkor azt érzem, hogy úgymond ez a gyógyító energia, ami belőlem jön, olyankor ez így bezár, és akkor olyankor csak technikázok. Nagyon jó a kérdés. Neked azzal az energetikával, amit behoz a kliens, tudatosan nincs dolgod. Hogyha a pozitívhoz kötödsz, akkor a negatív bezár. Ahogy mondtad, a puszta technika alkalmazása helytelen. Gátolja magát a tevékenységet. Neked pontosan azzal a fiziológiai tényel van ott dolgod, amely a kliens teste, fizikai állapota. És ennek van egy lelki vetülete, hogy az ő csontozata miért úgy tekeredik, hogy az izomzata miért ott van begörcsölve, hogy az inszalagok miért elképesztően merevek, szorosak. Na ez már a lelki állapotából következik, azzal viszont így tevőlegesen nincs dolgod. Azzal viszont van, hogy a te lelki állapotod oldhatja az övét tudat alatt. Hangsúlyozom, tudat alatt. És a legjobb az, hogyha ilyenkor nincsen túl sok beszélgetés, mert szét lehet beszélni egy masszírt teljesen. Hogy a tested alig érzett valamit, de az elmék azok marhalkosak voltak. Ne kötődj se a negatív, se a pozitív karmához, nézd meg, hogy valójában miért jött oda a kliens. És azzal foglalkoz. Tehát amíg a pozitív és negatív ott van, addig nem tudsz érdemben eljutni a klienshez, mert a te képzeted, a te szűrőrendszered egy falat fog képezni. Van úgy, hogy a klienst előtte el kell küldeni zuhanyozni. Ezt mindenki átélte, szerintem. És kérheted azt, hogy egy kicsikét a lelkét is zuhanyozza meg. Tehát, hogyha olyan elképesztő, agresszív, borzasztó, romboló energiát hoz be, amitől te úgy érzed, hogy munkaképtelen lennél, akkor viszont kötelességed rákérdezni, hogy tisztelt hölgyem, uram, ne haragudjon, de az ön lelki állapotát most nem tudom megmasszírozni, és egy picit kiegyensúlyozottabban térjen vissza. Ezt tudom, hogy nem szokás, de van olyan helyzet, amikor olyan borzalmatos lelkiállapotot karmát hoz be, hogy te azt nem tudod kezelni. Ilyenkor az nem gyengeség kimutatni. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, miért gondolod, hogy a masszírozás közben a verbális kommunikáció nem megfelelő, vagy nem helyes? Több száz órányi tapasztalat. Értem. Nyolc éve masszírozok, és pedig külözök. Van olyan vendégem, aki kifejezetten összeköti a masszírozást, fizikai tevékenységet a verbális kommunikációval, és nagyon jól esik neki. Ha neked is jól esik, semmi gond de nagyon sokszor szórja a figyelmet, rétegzi a tapasztalást, szűri magát a masszírozás energiáját, és néha szétüti az egészet. Hogyha ez nem így van, hurrá! Nagyon jó. Értem, köszönöm. Szívesen. Én szeretnék kérni, hogyha lehet ilyet, mantra praxis, de nem csak magamnak, hanem az egyik a fiamnak, a nagyobbik fiamnak, de tudom, mert már sokszor hallgattalak téged, hogy ugye össze vannak kötve a szülőkkel, tehát ezért magamnak is kérem. Mostanában előjött neki egy félelem. Én látatlanban senkinek nem adok mantrapraxist. Hogyha fiatal így eljöttök, Eljött. vagy önállóan, nagyon szívesen, neked egy speciális mantrapraxis van így habcsangba tett kézzel, sikerüljön a második égetés. Egy gyönyörűséges eozinzománcot kérek. Ne legyen légbuborékos az agyak. Egyenletes legyen a fordulatszám a korongnak. Tehát ez a... És amúgy ez, ez van. A... Amikor hát ugye, becsukom, ez a... Van? becsukom pontosan, a kemencét, pontosan. akkor mindig ez van. Pontosan. Tehát ilyenkor azt kell tenni, hogy ha te szakmailag mindent megtettél, akkor már csak egy nagyon egyszerű együttérzés mantra kell, ez a Quantum boss mantra, én neked ezt javaslom, mert lelki alkatodból az következik, hogy ez a mantra segít. És ez az együttérzés azt az erőt és energiát, ami benned van, tovább finomítja a kreatív irányban, és segít elviselni a külvilágnak az impózusait mert a jó embereknek a legnagyobb traumája az, hogy miért kapnak ők ütést a világtól, amikor ők jó emberek. És erre az a válasz, hogy a világ az sajnos véleményfüggetlen. Ezért. Úgyhogy Kwan Seonbosan. A van, az a perceive, felfog, a se az a világ, az um az a zene vagy rezdülés. Tehát fogd fel a világ rezdülését, hangját szó szerint, de hát itt a rezdülés nem csak a hang, nem csak akusztika. Én lehet, hogy hibát követtem el avval, hogy én azt mondtam neki, hogy a gáté, gáté, Neki lehet, hogy az jó, és hogyha anyuka azt mondja a fiúnak, és akkor az legyen úgy. Aha. Akkor az az ő mantrája, mert anyuka azt mondta. Nem tudom, miért mondtam azt. Én sem. <laughs> Köszönöm. Szívesen. Mantra praxis. Masszörnek mit javasolnál? Masszúr mantra. Alatt. Az együttérzés mantra, mint Conszembószál az alap, hogyha nagyon nagy szenvedést tapasztalsz, akkor a gáté gáté GT-gátéparra és hogyha érzed, hogy a kliensből akaratlanul is átjön valami, pont azt nyomtad meg, ami belülről így sugárban hozta azt a szomorúságot, borzalmat, csüggedést és egyebet, hozza, mert hogyha te teszed a dolgot, akkor a lélek dobja föl a tudattalamból a különböző képzeteket, és hiába mondja vagy nem mondja, de érzed. Sőt, néha mond valamit, és teljesen az ellenkezőjét érzed érzelmileg, hogy mi van benne. Megpróbálja szegényke megfesteni, egy kicsikét megváltoztatni, mert már maga is szégyel, hogy évek óta milyen érzelmeket visz. Hát ilyenkor a gáté, gáté, pará, gáté, -par, -gáté és azért amíg masszírozol magadban, mert a kliens néha meglepődik, hogy mi bajod van éppen, vagy valami ráolvasás, vagy egy évekt, azt nem csináljuk. Úgyhogy ez a kettő minél rövidebb, annál jobb, akinek kedve van zen gyakorolni, nagyon sokféle mantrával találkozik. Szerencsés vagyok, mert a kóriai zen ennyire rituális és ennyire gazdag tud lenni, többek közt mantrában is. De minél egyszerűbb, annál jobb együttérzés az egyik, szenvedés felment, és a másik, többre most nincs is szükség. De hogyha itt valaki részt vesz elvonulásokon, világos, hogy többféletet fog tapasztalni. Egyéb kérdés? Mint masszörnek vagy masszöröknek, egy ilyen összefoglaló, mit ajánlanál nekünk? Tarts tisztán a tudatot, és ezáltal a mozdulat is tiszta lesz. Ne vedd magadra a kliens karmáját, hanem lásd a kliens karmáját. Segíts neki abban, amiben tudsz, és ne félj kijelenteni magadban, vagy neki is, hogy van, amiben nem tudsz segíteni, mert nem a te dolgod. Hát Magyarországon nagyon sokszor van az, hogy úgy akarunk segíteni, hogy három hamis szerepet fölveszünk. Az egyik a csodatévő. Hogy én majd megteszem helyeted a csodát. A másik a megváltó, majd én megváltalak a szenvedéstől. És a harmadik a minden tudó, hogy majd én tudom helyetted, majd én jobban gondolom helyetted, majd én megmondom, mit csinálj. Tehát a minden tudó, a megváltó és a csodatévő, ez a három olyan avatár, amelyet ha fölveszel, akkor egy ilyen feneketlen szakadékba bele tud zuhanni, mert nincs vége. Az egyetlen egy megváltó szó a problémára az az elég. Ennyi elég volt. Tehát eleget beszéltünk, elég szeratonint kaptál, eleget masszíroztalak, most ennyi fért bele, és majd legközelebb jössz. Talán a legnagyobb üzenet a világnak ennek a tájékán, hogy hogyan legyen a gondolatból cselekvés. Mert nagyon sokszor elmondják, hogy ők mit szeretnének. Itt a konzultációs interjú az körülbelül olyan, mint egy tudatmasszázs. Elmondják, hogy mi a bajuk, mit szeretnének, hogyan meditáljanak, megkérdezik, és a legnagyobb mozdulat, amikor a gondolatból cselekvés lesz, megköszöni, visszaül, csinálja meg. Tehát hogyan viszed át a gondolatot tett be? Ez a kérdés. És hogyha ez megvan, akkor pedig az összeszedettség ez a második. Tehát cselekvés, összeszedettség, és ebből lesz a segítség. Amikor ez megvan, akkor gyakorlatilag nem tudsz félremenni, mert középúton vagy, anyagilag is, szellemileg is, és akkor, ha középúton vagy, akkor már nagy szélsőségek nem tudnak széttépni. Már nagyon nagy iránytévesztés nincs. Köszönöm szépen. Szívesen. Ha úgy érzem, hogy én magam cipelek egy, egy olyan nehéz terhet, amit félek, hogy a masszás során mennyire leszek képes magamba zárni és nem áthatni a kliensemnek, és emiatt mondjuk már egy jó ideje nem is masszírozok. Tehát, hogy van-e valami Móda, ahogy az ember egy végtelen nagy fájdalmat tud zárni magában, hogy aztán megtalálja azt, amilyen régen volt, amikor nem szeretett volna. Itt kell tényleg azt tenni, amit már te a saját magad számára elrendeltél, nem masszírozó. Ezt a terhet még látensen sem akarod senkire rárakni, és a tudattalamba szükségszerűen száműzött karmát az bizony föl kell hozni, meg kell látni. A helyére kell engedni, és akkor fog eltűnni, amikor a helyre került. Előtte nem. Akármilyen fájdalom van, akármilyen trauma van, az valamit szolgált, az valamivé vált, az valakivé tett. És engedni kell a helyére kerülni úgy, hogy az azonosulástól megszabadulsz. És már nem akarod azt az énedet viszont látni, amely az előtt volt, hanem elfogadod ezt a valakit, aki lettél. Innentől kezdve három mozdulat kell, és a helyre fog kerülni, akármilyen karmáról van szó. Az egyik az a megbánás és a megbocsátás. Traumatikus tapasztalatok esetén ez az első. Meg kell látnod a saját részedet benne, hogyha te áldozattá váltál, akkor mi volt a tevékeny részed abban, hogy áldozattá váltál. Ha elkövetővé váltál, akkor ugyanez, hogy váltál azzá? Ha a saját részedet meglátod, akkor a karma abszolút mi volta már megszűnik. Akkor már relatívként látod, általad is teremtettként látod, és ez így helyes. Sohasem vagyunk rossz időben, rossz helyen. Már azzal, hogy te jelen voltál abban a helyzetben, akármilyen emberi viszonyban, amely ezt a fájdalmat eredményezte, az már a te karmád, a te teremtésed. Még akkor is, ha erről elfeledkeztél. Vagy nem láttad. Meglátni a saját részünket benne, és ezt megbánni. És utána pedig akármilyen arányú a másik félé, vagy a környezeté, azt megbocsátani. És akkor a negatív azonosulás az kijön. Mert megbántam és megbocsátottam. A második nagy lépés az a köszönet és a hála. Tehát hálás vagyok azért a jóért, amit kaphattam, megköszönöm és elfogadom mások köszönetét azért a jóért, amit kaptak. Ha ebből 0,1 van csak az adott jelenségben, akkor azt. De nincs teljesen fekete és fehér. Nincs olyan, hogy egy kis pöty ne lenne az ellenkező színből a halacska közepén. Tehát 100 ig sötétség ebben az univerzumban nincs. 100 ig világos, az sincs. Nincsenek csak jó és csak rossz tapasztalatok. Ha így látod, valamit még nem vettél észre. És a harmadik pedig a leválasztódás, az elköszönés. Pusztán azért, mert az megtörtént, és most már nem történik, ez a múltban van, te pedig itt vagy. Tehát engeded, hogy az a múlt szakadékába egyre mélyebben beleolvadjék. És hogyha kihúzod a pozitív azonosulás, a negatív azonosulás csapszegét, akkor a leválasztódás és nem azonosulás bekövetkezhet nem rántod magadra vissza. A visszarántás többféleképpen megtörténhet. Az egyik kulcsmondat itt a miért én. Miért én? Miért én velem történt? És ezt el kell tudni engedni úgy, hogy te a maga okozatiságában látod a jelenléted és részvételed abban az eseményben, hogy az miért történt veled úgy, vagy miért volt részed benne. És akkor megszűnik ez a negatív kiválasztottság, hogy miért én? Miért én? Azért. Mert az okozatiságot ott és akkor nem láttad. Így érvényesülhetett. Ebben voltál benne, ezt teremtetted. Na azért. Ha ezt a három lépést végrehajtod, akkor leszel itt és most tényleg igazi önmagad. És integrálódik a trauma is. Megvan annak is a szerepe onnantól kezdve egész ember vagy, akit nem tépnek szét a szenvedései. És ezáltal mást sem fog szenvedtetni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Igazából volt egy fő kérdésem, csak úgy próbáltam úgy eloldázni, de most már itt szeretném megkérdezni, hogyha van rá lehetőség, és nagyon érdekes ez a halállal kapcsolatos, és az az érdekes benne, hogy különben pont egy temetésről jövök. Nem egy közeli hozzátartozó volt, de hogy az én kapcsolatom a halállal nem túl jó. Tehát, hogy itt ezen a temetésen is, hát mint a sirató asszonyok olyan vagyok, pedig tényleg sem, tehát tényleg távoli. Valaki volt, de hogy annyira, nagyon sok állatunk van otthon, nagy a család, sok-három gyerek van, de hogy például, ha egy cica is meghal, én hetekig kész vagyok. De hogy így el tudom képzelni, hogy fogok bármit földolgozni, mert hogy ilyen nagyon közeli családtag még nem halt meg, és már ettől ki vagyok, hogy csak rágondolok, hogy erre valami. Szereted amit... az életet? Igen, nagyon. Akkor azért félsz a haláltól? Csak kettő, nagyjából ugyanúgy van összedrótozva mindegyikünkben. Aláfélelem leküzdése nem azt jelenti, hogy nem szereted az életet, csak először ki kell járni azt az iskolát, hogy leválasztódsz minden jelenségről, akár pozitív, akár negatív. Megszünteted azt az énséget, amely mindenáron élni akar, mert tudomásul veszed azt, amit az előbb elmondtam, hogy mindannyian múlandóak vagyunk, mindannyian függő viszonyban vagyunk, és mindannyian valahol a tökéletlenség bélyegét viseljük. Nincs tökéletes test, nincs tökéletes gondolat, fizikai és lelki mi voltunkban függünk másoktól, és amikor ezek a viszonyok megváltoznak, akkor a mullandóság csúzdáján szépen, szerbusz, elmentünk. Ennek a tudomásulvétele nem egyből megy, és nem pusztán gondolattal megy. Mi tudomásul veszed az élet miben létét, és a halál miben létét, meg fog szűnni a halálfélelem. És attól még szeretheted az életet, de másképp. Már nem azzal a tipikus ragaszkodással, ami az emberek többségére jellemző, és ezáltal lefedjük a saját látásunkat. Hát igen, lehet örömteli és harmonikus életet élni, de úgy, hogy nem ragaszkodsz hozzá. Az előfeltétele annak, hogy leküzd a halálfélelmet, az, hogy ne ragaszkodj a saját vágyaidhoz, kötődéseidhez, duális képzeteidhez. És el kell jönnie egy pontnak az életedben, amikor a halál tényét elfogadod. A magad és mások számára egyaránt. És hogyha ez megvan, akkor tudsz igazán helyesen élni. Mert meghaladtad az élethez és a halálhoz való kötődést, az élethez a számodra pozitív kötődést, a halálhoz a számodra negatív kötődést. Ez egyébként mindannyiunknak a dolga. És ez tényleg főkérdés. Van -e esetleg bárkinek most még felmerülő? Ehhez kapcsolódna, hogy, és hogyha én meg pont az a típus vagyok, aki azt mondja, hogy akár most rögtön bármikor meghalnék, és... Ugyanúgy nem ismerted föl a három törvényt, a kötődést, hiszen te is kötődsz valakihez, és hogyha neked nem fontos az életed, lehet, hogy annak a lénynek igen. Ugyanúgy a tökéletlenséget, hogy a halál állapota sem menedék, nem old meg semmit, és ugyanúgy tovább megyünk belőle egy újabb élet felé. És a mulandóság, amely az átmeneti lét, más szóval köztes lét, mind a négy fázisára jellemző, hogy a születésben, a meghalásban, a testben létben és a testen kívüli létben egyaránt nem vehetsz menedéket. Túlerős kötődés, baj. Zéró kötődés, az is baj. Szeret valaki téged? Annak nagyon fájna, ha meghalnál. Ne kérj elnézést. Ez így van rendben. Csak akkor tudunk helyesen elmenni, hogyha helyesen vagyunk itt és minden együttérzésem mellett azt kell mondanom, hogy valamit még nem ismertél fel. Hát ismert fel azt, hogy mekkora érték az élet, mennyire egyedi és visszahozhatatlan az emberi szeretet, hogy milyen magas szintű kapcsolatokban tudunk élni egymással, hogyha erre energiát fordítunk, hogy mennyire tisztán tudjuk látni egymást, hogyha nem hisszük el a téves nézeteinket. És egy szeretet kapcsolat elvesztése fáj teljesen természetes, hogy fáj. Hát a szeretettel kapcsolatosan, hogy nyilván, hogy a család, de igen, összefügg ez. Látod, hogy nem magadért vagy itt? Ha elég nagy a család, biztos, hogy belátod. Ha nem magadért vagy itt, akkor hogy mondhatod azt, hogy te ebben a pillanatban is képes volna elmenni? csak magamra mert... Magadra gondoltál? Az a jó, hogy ezt itt láttad meg, és így láttad meg, és nem pedig ott kint egy olyan helyzetben, ahol sokkal nagyobb kárt okozott volna. De ez egy régi dolog. Tehát ez nem most. Ilyeneket életeken keresztül tudunk vinni. Az a jó, ha ezt itt és most lerakod. Hogy nem magunkért élünk pusztán, és amikor meghalunk, nem pusztán mi megyünk el az a kapcsolat is elmegy, amely más emberekhez fűz. Hát én lennék a legboldogabb, ha ezt most itt tudnám hagyni. Hagyd itt. Van egy láda itt a folyosón, abba bele lehet tenni, ezt úgy jár, hogy használt karma. A használt karmát kiveszed a lelkedből, és beleteszed a ládába, mi pedig itt a domboldalon elégetjük. Van egy ilyen karma égető szertartás. Valójában a használt karmát ide kell visszavinni. A keletkezés és megszűnés helyére. Hogy olyan karmát teremtsünk, amelyel közösen jól tudunk élni és meghalni. Olyan tisztánlátást, olyan együttérzést, amely leveti azt a címkét, hogy csak magam miatt. Ez a csak magam miatt ez a probléma. Nem az élet és nem a halál. A csak magam miatt ez a probléma. Úgyhogy igen, tedd bele a használt karma ládájába, és égessük el. Csak az nem odakint van valahol, hanem ide bent. Hogy vidd vissza az öntvényt a kohóba, és mert beledobni a kemencébe, és fűst föl 1200 fok fölé. És akkor újra tudod kovácsolni a karmát. Kívánom azt, hogy mindannyian vigyük vissza a karmánkat oda, ahonnan az jött, és dobjuk bele a kemencébe, hogy az újra olvadt plazmaszerű állapotban legyen. És akkor új karmát tudunk önteni. Ha kell, pillanatról pillanatra új karmát tudunk önteni, abból az energiából és abból a hitből, amely bennünk van. Ekkor tudunk helyesen élni és helyesen meghalni. Mondd. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál és hogy. Nagyon szívesen. Válaszolta. Köszönöm a bizalmat, hogy ma eljöttetek és meghallgattátok a tanítást. Várlak vissza benneteket zen gyakorlatra, amikor ilyen döntést hoztok. És remélem, hogy a mindennapi életben is olyan tiszta tudattal, olyan figyelemmel tudtok jelen lenni, ahogy ma ebben a teremben. Köszönöm, hogy meghallgattátok a tanítást.